Sziasztok, jó napot kívánok, köszöntelek benneteket, autózunk itt a Skodánkkal, egy Skoda Octaviába ültem bele, és azért autózgatunk, mert itt van velem a szakértői gárda is, Peti, Feri és Concerto is velem vannak, és ezt az Octaviának a paramétereit böngészgették, ezt mi is majd át fogjuk böngészgetni. 2008, 9. havia minden igaz, 162.743 kilométer futású az autó, és ugye tartunk az M3 autópark felé. Egy picit megállok majd valami kis jó kis helyen, ami tetszetős. Ez pont jó itt a helyen. Megnézzük akkor itt belülről, majdan kiszállunk, ott is megnézzük ugye a motorteret, meg az autót körbevizsgatjuk, meg a csomagteret, és utána visszamegyünk a telephelyre. Hát a klímáját bekapcsoltam, nagyon-nagyon hideget fúj, nagyon vigyázzatok vele, előbb mérics kértem is itt a kis hűtős hűtőméretemmel, 6 fok, nézzük valamit, 1,9, nagyon hideget fúj a klímája, én ezt hát ki is kapcsolom, láttátok, hallottátok, érzékeltétek, tökéletes a klímája a kocsinak, egyéb iránt teljesen rendben dolgozik benne az 1.4-es benzinmotor, amit karban tartottak, itt van mellettem a szervizkönyve, foglalkoztak vele, és szerintem jó állapotú. 2024 8. hóig műszakia van a járműnek, tehát néhány nappal ezelőtt vizsgázott a kocsi, és nem lesz vele probléma, hiszen át lehet nézve rajta minden, át kell is nézni, ugye mielőtt műszakira vizsgáljuk az autót, és ha valami hibázik, akkor az meg van gyógyítva. 5-ös a kéziváltója, teljesen originál hamutartója van, van benne menet stabilizátor, amit ki tudunk belőle kapcsolni, megjelenik az a kis sárga, most kikapcsoltam, és ugye a klímát leteszteltük, a rádió rendkívül jól szól, ez a Melody márka, nem tudom, nagyon jól szól. Iszonyat, úristen, marha jól szól a zene benne, tényleg nagyon kellemes, dinamikus, van magas sugárzó itt benne fölül is, az ajtó kilincsénél, tényleg jól szól, szépen szól, érdemes benne csücsülni, és vagy jó benne csücsülni, csak a zenét hallgatni. Bordkompjúter mutatja, hogy 120 km tudunk még menni azzal az üzemanyaggal, megmutatja, hogy hány óra van, de szerintem az minden autóban ugye van, de kompjúter nem biztos. Azt mondja, hogy van benne elől oldalt és függönylégzsák, és ez a függönylégzsák, ez mindenhol mutatja a jelzés, hogy elől-hátul mindenhol fejnél védve vannak az utasok. Kipróbáltam az ablakokat is, ezek is mennek, mind a kettő ugye, itt elől, a hátsók azok kézzel tekerentyűzhetőek. Van oldallégzsák, ugye állítható magasságú. Az ülés magasságunk szép, az ülésnek a széle nincsen ugye lekoptatva, van középső könyök támaszunk is. Ez elejét kinyitottam, jó? És akkor nézzük meg a kis bézs metál színű, vagy világos barna metál színű Skoda Octaviánkat. Egy nagyon szuper kis családi kocsi. Hatalmas hely van benne az utasoknak is, és csomagoknak is, majd mindjárt megnézzük azt is. Mindenhol jó, és új fékek vannak. A hátsó is új, és a féknyereg is, ahogy látom, mert csillog, és itt elől is látjuk, hogy új a tárcsa, új a betét benne, szép a felni az autón, és nyári gumiszett van most rajta, de van hozzá egy téli szett lemez felnire szerelve, az pedig majd a telephelyen bekerül a fenekébe a kocsinak, ugye lefotóztam, fotók közt megtalálható, a 4 darab gumifelnistől. Ugye kötvényszórós, világítanak lámpák, kinyitjuk az elejét, itt az 1.4-es benzinmotorunk, egészséges, jó hangja van, és itt ezt láttam benne, hogy 123.000-nél ugye vízpumpa és vezérlés szettet benne cserélve, ez 4 éve volt, úgyhogy tudunk következtetni belőle, hogy ugye kilométer állás ügyileg teljesen rendben vagyunk az autóval. Teljesen kulturált, normális, szép a fényezés a kocsinak. És akkor megmutatom a fenekét. Akkor az autónknak ugye van egy vonóhorog rajta, valaki esetleg akar valamit húzni maga mögött, hogy esetleg nem férne el, de nehéz nem elférne a kocsi hátuljában, mert óriási csomagtérrel rendelkezik. A két darabból van betéve ez, és hát két darabból áll ugye a kalaptartónk, ugye akkor a csomagtartó, hogy muszáj volt kettőből belehajtogatniuk a Skodáiknak, ki lehet bele venni, ugye, és le lehet dönteni az üléseket, és onnantól kezdve a félházat bele tudjátok majd pakolni. Ja, és pótkerék van benne, ha minden igaz,
eredeti gyári méret, itt vannak a csavarjai még a kerékszetnek, ugye a Tillinek, ugye az lemez felni van, tehát oda más típusú csavarok kellenek, és az is ugye benne van, nem kell hozzávenni másik csavart. Na, akkor megnézzük, hogy a hosszú lábúak hogy férnek el benne. Nagyon nagy hely van az autó utasterében itt hátul, ekkora hatalmas hely van, és fejnél is ugye nagyon kényelmesen el fog férni majd a hátsó utas. Nem kell itt nyomorogni benne, ugye le lehet hajtani a könyöktámaszt, és ilyen kis fotelba lehet itt csücsülni. Itt is mutatom a légzsákjelzést. Na és akkor visszafelé mehetünk egy rövid próbát még. Leállítom és újraindítjuk a gépünket. Bekötöm magam. Ők nekik nem kell, mert nem törékenyek annyira. Nem jár az autónk. Most már fog majd. Szépen beállt oda a mutató. És akkor mehetünk vele visszafelé is. A váltó nagyon könnyű, minden Skoda típusnál rettentő könnyen lehet rakosgatni a sebességeket. Valahogy nagyon jó kitalálták ezt a váltókulisszát. Amúgy jól megy különben. Aki nem akar száguldozni, meg rakétamódjára autózgatni, annak teljesen jó ez a 8 lovas benzinmotor. Teljesen normálisan jól lehet vele autózni. Menjél már odébb. Kuplung is nem csak a váltó ilyen könnyen kezelődik, hanem a kuplung is nagyon puha, nagyon könnyen lehet benyomni. Ha engedjük finoman, mert nem rászkódik az autó, meg ilyen nyalánkságok. Jó, ki van találva az áttétele, az is a váltónak, és ezért jól lehet vele autózni kényelmesen. És egy nagy hajó. Épp a szélvédő és épp az összes lámpatest azt is megnézegettük, ugye műszaki vizsgán szintén kötelező jelleggel. Ezeknek jóknak kell lennie, illetve nem lehet sérült. Nincs futóműzaj, nincs kipufogózaj, csendes masina. Minden sebességet már meg is váltottunk, ötödik sebességbe haladunk itt. Kényelmesen ebben a 60-as tempóban, és ha akarjuk, akkor még gyorsít is. Tehát ilyen a Skoda Octavia klasszikunk. Meg fogjátok találni ezt az autót itt a kereskedésünkben, ugye az M3 autóparkban, mert hogy ide jöttünk. Budapesten vagyunk a 15. kerületben, a Szent Mihály út 90-es számba fogjátok ezt a gépsárkányt megtalálni. Köszönöm, hogy velünk voltatok, gyertek el hozzánk a viszontlátásra. Ne felejtsétek ezt a végén megnyomni.